thank nemzeti konzultáció egy olyan kérdés, amiről mindenképpen szerettem volna egy videót csinálni, különösen akkor, amikor megkaptam a levelet ezzel kapcsolatban, én nem is számítottam, én engem ezek mindig meglepetésként érnek. Természetesen nekem veszem, hogy mindenki tudja, hogy engem ez abszolút nem érdekel, de hát ez nyilván nem így van. Én megdöbbenéssel veszem tudomásom, hogy az emberek egyáltalán ebben részt vesznek, és erre az idejüket fecsérlik, vagy vesztegetik meg az energiáikat, de ha belegondolok abban, ami a világban zajlik, akkor végül is ez érthető. Az a helyzet, hogy valószínűleg a legtöbb ember soha nem fogja megérteni, hogy ami történik körülötte az nem más, mint egy színjáték, és azok az emberek, akikben ő hisz, akikben bízik, és akire rábíz az életét, azok gyakorlatilag színészek, akik nagyon jól fizetett és képzett színészek valójában. Én nem azt akarom mondani, hogy ezek az emberek száz százalékig tudják, hogy mi az, amit csinálnak, vagy mindannyian gonoszok, én csak azt mondom, hogy ők félre akarják vezetni az embereket, hiszen a pénz és a hatalom az erről szól. A világban nem tud érvényesülni az ember, csak akkor, hogyha felveszi azokat a tulajdonságokat, amelyeket a világ értékel, és amelyekkel a világban előre lehet haladni. Szóval valaki vagy átalakul a világ képére, vagy nem fog tudni érvényesülni. Ezt nyugodtan veheti mindenki úgy, mint egy aranyszabályt, vagy egy tényt, ez csak egyszerűen így van. Én igyekszem annyi empátiát és együttérzést mutatni, amennyit csak ki tudok magamból préselni, és hát ez így sikerül. Nem hibáztatom az embereket, a lakosságot, nem utálom őket, és nem is nézem le őket. Egyszerűen csak sajnálatosnak tartom, hogy ennyi ember ilyen vagy olyan okoknál fogva leéli az egész életét ebben az álomvilágban, gyakorlatilag úgy, hogy soha nem fog rájönni arra, hogy mi is az, amiben részt vett. Szerintem bárki, aki belegondol ebbe a ténybe, az tragikusnak fogja ezt értékelni. Van egy része azonban a lakosságnak, aki szándékosan tudatlan, aki el is ismeri azt, hogy ő szándékosan ezt az állapotot választotta. Szerintem ezekből legalább annyi van, mint aki egyszerűen csak tudatlan. Így vagy úgy, az emberek többsége, akiket ismerünk, akik a barátaink, akik az ismerőseink, vagy a családtagjaink, bármennyire szomorú is, de valószínűleg soha nem fogják megtudni, hogy mi is az igazság, és mi is az élet lényege, amelyet élnek. Az az érdekes a hazugságban, hogy mindaddig, amíg az ember benne él a hazugságban, és nem tud róla, addig ez az egész természetesnek tűnik, és nagyon is valóságosnak. A hazugság, vagyis az élet, ami körülvesz minket, a világ úgy van felépítve hosszú évszázadok, év ezerek fáradtságos munkájával, hogy valóságnak tűnik. Úgy tűnik, hogy azok a problémák, amelyekkel ott küzdünk, azok igenis fontosak és nagy jelentőséggel bírnak, és nap nap után nekünk ezeket le kell küzdenünk, a problémákat, annak érdekében, hogy előre haladjunk az életben. A világ tulajdonképpen egy gondosan felépített. Színház. Díszletekkel, koreográfiával, forgatókönyvvel, színészekkel és rendezővel. Az ilyen nemzeti konzultáció dolgok teszik valóságossá világot a legtöbb ember számára. A sok tízezer ehhez hasonló esemény, úgy mint a munkahelyi gondok, a gyerek iskolai dolgai, óvodai dolgai, Ruha, csekkek, fűtés, autóhitel, lakáshitel, tévéhitel, hűtőhitel, mindenhitel, a nyaralás, a szomszéd, a barátok, az ünnepek, a politika, az oktatás, a szórakoztatóipar, ezek mind-mind valóságosan teszik azt a színházat, amit életnek hívunk. Az álomvilág szinte egyé vált az emberiséggel, az embernek benne van a genetikájában. Az történt, hogy az évezredek során a hazugság részünké vált. Ezt örökítjük tovább az utódainknak. Hazugságban éljük le az életünket, és aztán ezt a hazugságot tovább örökítjük a következő nemzedéknek és az azt követő nemzedéknek. És a hazugság ugyanolyan, mint a rák vagy bármilyen más betegség. Kezeletlenül, csak szépen, lassan terjed és elemészti. Az egész szervezetet és a világ, az emberiség kollektíven egy nagy szervezetet alkot. Intelligens emberek hosszú évszázadok, évezredek során az ellenség segítségével elrejtették az igazságot, és a hazugságot minden lehetséges módon terjesztik, és ennek ez a végeredménye, amit mi tapasztalunk a mai valóságunkban. A világ a tetejére állt, és minden, ami eddig jó volt, az rossz, és minden, ami rossz volt, az most jó. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag száz százaléka annak az információnak, amit az átlagember ismer a világról, az hazugság. Ezért lehetséges az, hogy az ilyen nemzeti konzultációdók egyáltalán megfordulnak a fejükben, hogy elkezdjék. Minden normális ember tudja, hogy ennek semmi értelme. Legalábbis nem az, amit nekünk mondana. De én ezt meg fogom mutatni most ebben a rövid videóban. Ez az egész dolog egy manipulatív kérdőív, ami sugalmazza a választ, gyakorlatilag úgy van feltéve a kérdés, hogy nem lehet épészen más választ adni, csak azt, amit ők szeretnének. A kérdőív lényege nem az, hogy mi elmondjuk a véleményünket, a kérdőív lényege az, hogy teszteljék a lakosságot, hogy mekkora százaléka az, Akinek halvány fogalma sincs arról, hogy mi az, ami történik. Őket nem érdekli az, hogy mi a mi véleményünk. Azt szeretnék, hogyha az információ kikerülne. Ha senki nem válaszolna, az se számítana. A lényeg az, hogy mi az, amit közölni szeretnének velünk. Meg fogom mutatni egyébként, hogy mi az, amit ők közölni szeretnének velünk. Lehetséges, hogy ez a témája a kérdőívnek, de mind a tíz kérdés gyakorlatilag azzal kapcsolatos, hogy akarunk-e valamilyen állami támogatást vagy valamilyen juttatást szerezni a kormánytól. Én felhívtam már mindenkinek a figyelmét arra nagyon sokszor, hogy az, ami következik, az a világ, az valami olyasmi lesz, amire senki nem számít. Ez valami olyan borzasztó életforma lesz, amire senki nem tud felkészülni. De a tudatlan emberek nagy részének fogalma sem. Lesz arról, hogy mi az, ami történt, és hogy hogy jutottunk el idáig. Az a kérdés, hogy egyetérte ön azzal, hogy a népességfogyás nem bevándorlása, hanem a családok erőteljesebb támogatásával kell orvosolni. Hát ki az, aki nem értene egyet ezzel? Mi, miféle kérdés ez? Persze, hogy igen. Ez az egyik támogatás a tízből. A következő az... Egyetértően azzal, hogy új családtámogatási programokat továbbiakban is munkavégzéshez kell kötni? Oké, itt van még egy, ez a családtámogatás. Itt is családtámogatás, a következő is erről szól. Fiatal házas pároknak támogatást kell adni az önálló életkezdéshez. Ez a hármas. Több gyerek vállalásához több támogatás. Négy. Gyermeket, három gyermeket vállaló édesanyáknak kiemelt támogatás. Bum, ott az ötödik. Főállású anyaság. Hat. Kormány támogassa a gyermeküket nevelő nők munkavállalását. Következő. Beteg gyermeküket otthon ápoló családtagok nagyobb támogatást kapjanak. Tessék! Egyetérte azzal, hogy gyermekeink szellemi, lelki, fizikai fejlődése olyan érték, melyet a magyar államnak is védenie kell, erre még vissza fogunk térni. ön azzal az alapelvel, miszerint a gyermeknek joga van az anyához és az apához? Természetes? Hát ki nem? Egyetérte ön azzal, hogy a gyermeket nevelő családoknak járó költségvetési támogatások Kétharmados védelmet kapjanak. Felmerül bárkiben is a kérdés, hogy miért akarja az állam ennyire osztogatni a pénzt, miért szeretné ennyire támogatni az embereket. Ennek semmi köze nincs a választásokhoz, vagy ahhoz, hogy ők ezt meg akarják nyerni. A helyzet az, amit már elmondtam nagyon sokszor. Szépen lassan hozzászoktatják az embereket a járulékokhoz, azokhoz a támogatásokhoz, amelyeket csak úgy kapnak az államtól. Minél több támogatást kapnak az emberek, annál nagyobb a teher a költségvetése. Ugyanis ezt valahonnan finanszírozni kell. Ehhez hozzáadjuk a bevándorlókat, a munkahelyek megszűnését az automatizáció miatt, illetve a gyártás külföldre költöztetése miatt, és úgy általában a termelés elköltözése miatt, a mezőgazdaság hanyatlását is hozzá számíthatjuk ehhez a folyamathoz, és így megérthetjük, hogy szépen lassan mindenki az államtól fog függni. Ők nem segíteni akarnak nekünk, őket ez nem érdekli, hogy mi hogy boldogulunk. A hatalom és a kontroll a lényeg. Ez pedig a legegyszerűbben úgy lehet megoldani, hogyha az embereket függővé tesszük az államtól. Ez az, amire ez az egész irányú. Eleinte ez egy nagyszerű ötletnek tűnik, hogy mindenki az államtól függ, és csak egyszerűen kapja a különböző járulékokat, juttatásokat, segélyeket mikor az ember hozzászokik egy bizonyos életszínvonalhoz, és függ az államtól, akkor könnyebben irányítható. Ezért van az, hogy az utóbbi évtizedekben a szocialista kormányok, illetve ez a fajta felfogás az uralkodó. Szép lassan úgy szerkesztették meg a társadalmat, hogy az hozzászokjon ahhoz, hogy az államtól függ. Az államaparátus folyamatosan növekszik azért, hogy meg tudjon felelni a követelményeknek. Minél több ember függ az államtól, annál több dolgozóra van szükség az államban. Minél több dolgozó van az államban, annál többet kell költeni arra. Minden dolgozónak ez a megélhetése, ezért ők arra törekszenek, hogy ez növekedjen folyamatosan, hiszen hogyha nem növekszik, akkor ők elveszik a munkahelyüket. Ez egy önmagát erősítő folyamat. Láthatjuk azt is egyébként, hogy Magyarország ugyanúgy része ennek a nagy színjátéknak, mint az összes többi ország. A felszínen lehetséges, hogy vannak dolgok, amikben nem értünk egyet, de alapjában véve ugyanabba az irányba haladunk, mint a világ többi része. A lényeg pedig az, hogy kialakítsanak egy olyan lakosságot, amelyik függ az államtól, egy olyan embercsoportot, illetve egy olyan társadalmat, amely nem tud létezni az állam nélkül. És mikor ez megtörtént, akkor bármi, amit mond az állam, azt az embereknek el kell fogadniuk. Ugyanis ha nem, akkor az állam képes a törvényhozással szabályozni azt, hogy ki az, aki része, és ki az, aki nem része az ellátottak csoportjának. De nézzük meg a nyolcas kérdést egy kicsit részletesebben villámgyorsan. Egyetérte ön azzal, hogy gyermekeink szellemi, lelki és fizikai fejlődése olyan érték, amelyet a magyar államnak védenie kell? Ez egy furcsa kérdés, és igazából nem is illik ide szerintem. És itt elég ijesztő, hogyha belegondol mindenki, hogy az állam védje a gyermekeket azért, mert szellemi lelki és fizikai értéket képviselnek. Mégis mi az, amitől meg kell óvni a gyermekeket? Hogyan fogja az állam majd védeni a gyermekeket? Milyen értelemben értékez az államnak? Hamarosan mindenki meg fogja látni azt, hogy amiről itt szó van, és mindvégig szó volt, az a valóság, és amiben ő élt, az az álomvilág. Közeledik a nap, amikor sok embernek le fog esni, hogy mindaz, amit gondoltak a világról, az egy hazugság volt, és az igazság mind végig volt, volt az orruk előtt, de ők túlságosan elfoglaltak voltak a világ dolgaival ahhoz, hogy észrevegyék azt, vagy egyáltalán érdekelje őket. Valóban olyan nehéz észrevenni, hogy hogyan is kommunikálnak ezek az emberek? Valóban nem értik a legtöbben azt, hogy mikor ők támogatásról beszélnek, akkor ők elvesznek, és mikor ők. Védelemről beszélnek, akkor ők elpusztítanak. Azzal, hogy támogatnak, azzal elveszik az embernek a szabadságát, és akkor, amikor védelemről beszélnek, akkor tulajdonképpen elpusztítják a szabad választás és a gondolkodásnak a lehetőségét. Ők azok, akik meg fogják határozni, hogy mi az, amit gondolhatunk, mi az, amit hihetünk, mi az, amit mondhatunk, és mi az, amit tehetünk. Fordítva beszélnek, azért, mert ők a hazugság gyermekei, és ők a hazugság atyát szolgálják. hogy egy tanácsot így búcsúzó. Mostantól mindenki, aki híreket néz, vagy olvas bármit is a politikáról, a diplomáciáról, a mindennapi eseményekről, fordítsa azt át a fejében az ellenkezőjére. És akkor meg fogja érteni, hogy mi is az, amit valójában hall. Mi is a valódi üzenete annak, amit mondanak. És mindenki, aki ezt megteszi, az szép lassan képes lesz átprogramozni a saját elméjét, és megérteni, hogy mi a valóság. És amikor megértette, az lesz az a pillanat, amikor az élet elkezdődik. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, já! és shalom! thank you